Azt hadd mondjam el az elején, hogy a Hoffmanos beszélgetéseteket hallgattam végig, és hogy tökre bántam, hogy én most vagyok itt, és nem akkor. De jó, hát akkor legyen. Herceg Ferenc. Nagyon sajnálok, tényleg, ez az én ötletem volt a Herceg Ferenc. De ennek, hát na, tanárként az ember csak akar erről beszélgetni értelmes emberekkel, hogy ez mégis mi, meg hogy minek. Szóval ez lenne most leginkább a cél. Abszolút, értem. Igen. Igaziból eddig olyan regényeket vettünk, aminek nincsen olyan cselekménye, ami ilyen lineáris, mint ez, azt veszük. Szóval, hogy valahol, hát azt mondom, hogy ilyen elemzés szempontjából, és én úgy mondok, hogy így megyünk rajta végig. De nem akarom ezt a szót használni. Tehát, hogy ilyen egyszerűen megyünk rajta végig, hogy mondjuk mi a helyzet a cselekménnyel, meg a szereplőkkel, történeti háttér, szerintem valahogy így ez lenne a hát egyszerűbb talán, illetve talán ebbe bele is lehetne kapaszkodni egy-két helyen, mit gondoltok erről? Így, a tanórai formában tervezem. Hát igen, nem, mert hogy másod úgy sem fog ez előjönni. Valahogy így vagyok vele. Jó, akkor, hogyha senki nem akar ellenkezni, akkor azt mondom, hogy mi a véleményetek itt a cselekményről, vagy hogy foglalkozunk ezzel egy picit bővebben. Ugye itt azért Bakóczi, hát pápa választással általában szokott foglalkozni az embertörténelem órán, és lehet, hogy nem ilyen megvilágításból látja ezeket a dolgokat, meg azért egy hétköznapi töri tanár szerintem a korabeli Itáliával ilyen szinten nincsen tisztába, mint ami mondjuk itt a könyvben van. De hát ez is ugye kérdés, hogy mennyire valós egyáltalán. Kérdezlek titeket, hogy valós egymás, szerintetek. Egymás szavába vágva akarjuk kifejteni erről a véleményünket, mert látom. Én akkor, bocsánat, csak annyit mondok, hogy magában az, hogy mi lett volna, ha típusú történelmi fejtegetéseknek, én nagy barátja vagyok. Tehát nekem egy ilyen mi lett volna, ha Mohács előtt mégse ez történik, tehát hogy bármifajta ilyen fantasy formába el lehet kanyarítani utána a dolgot, én az ilyesmit általában szeretem. Tehát ilyen műfaji kategóriaként még biztos nem vetnék rá semmilyen követ. Szóval én azt gondolom részint a cselekményességről, hogy hát Herceg Ferenc egy nagyon profi drámaíró volt, és én inkább nem a történelmi regénynek ehhez a Walter Scott-os hagyományához hasonlítanám ezt, hanem hát amiket ő írt, és nagyon sikeres volt, hát egy történelmi drámához. Vannak a háttérben megmozdulnak ezek a nagy nevek, de alapvetően ez egy történelmi színdarab szinte, mint hogyha Bajor Kizire írta volna a filmet a szerepét, és a kor más nagy sztárjaira a Kúcsót és az unokaöcsét, és tulajdonképpen nagy szerepeket ír meg, nagyon eleven drámai konfliktusokat, és ebből hát ez a férfi-nő viszony, ez egy ilyen kicsit elavultnak tűnik az én szemembe, tehát hogy a gyalázatos kurtizán, aki azért mégis szereti a barbár magyar fiút, és a többi, de azt gondolom, hogy ez is valahogyan a két világháború közötti színműirodalmat tükrözi. Tehát, hogy nagyon cselekményes látszólag ez a regény, de tulajdonképpen én azt gondolom, hogy inkább a Herceg Ferenc féle történelmi drámák világához áll közel. Biztos feltűnt nektek is, hogy milyen nyögvényelősen, vagy nem tudom, hogyan indul. Tehát, hogy igazából nem lehet tudni, hogy kinek a szemével látjuk a dolgokat, hogy ez a bevonulás, ez most kinek a nézőpontjából ilyen, amilyen, mert tulajdonképpen egy drámában nem okvetlenül kell ezzel megküzdeni, és ezt valahogyan
valahogyan Herceg Ferenc se oldotta meg szerintem elég jól, hát amelyek fantasztikusak benne azok a párbeszédek, tehát amikor egy profi drámaíró úgymond kidolgoz nagy karaktereket, meg konfliktusokat, akkor is, hogyha én a nem akarok ármennyit beszélni, ezt most abba hagyom és átengedem a szót, szóval nem értek én egyet ebben, ami lett volna, ha ez most leszögezem a Marci féle felvetéssel. Én azért mondom föl ilyen magasra a szemöldökömet, mert pont azt éreztem, hogy kevés a párbeszéd, egyszerűen kevés a párbeszédes rész regényformához képest, és tulajdonképpen amelyik működő volt közte, talán három. Az elején az erkély jelenet, az egy elég jó párbeszéd, amikor a Bakóc találkozik a pápával, ott tök jól kirajzolódik a karakterük. Szerintem nem beszélnek sokat egyébként, de ez egy jó, tehát ez színpadon is elképzelhető jelenet. És amikor a fiametta elkergeti a részeg herceget a lépcsőn. Tulajdonképpen ez a három, ami szerintem színpadon működne. Nagyjából az összes többi, például a főszereplő fiúnak, meg a fiamettának a beszélgetései, azok borzasztóak. Ezt mi egy kicsiket úgy érezzük, hogy iszonyú elavult, és tulajdonképpen ilyen hamis karakterek mozognak ebben. És számomra ez megnehezítette a mű elolvasását, ezt bevallom. Tehát ez a nő-férfi problematika, ez nagyon, nagyon nehéz. De nagymanyám az nagy Bajor Gizi rajongó volt. És pontosan az ő kedvéért én olvastam Herceg Ferenc drámákat. Tehát ez a férfi-nő problematika, a nő, aki elárulja a férfit, de mégis szereti, a férfi büszkesége, a nő büszkesége, de ez azért benne volt a két világháború közötti drámairodalomban, és hogyha ezt a problematikát elfogadjuk, nekünk ez már uncsi, de szóval, hogy akkor ez nagyon elemen volt, akkor szerintem a fiametta meg a főhős párbeszédei is beleillenek ebbe a Nemzeti Színházas társasági dráma Kék Róka, Hova ment Lucilla, nem tudom milyen utcából típusú iroda, dráma irodalomba. Igen? Bocsánat. Hogy nekem ebben a férfinő vonatkozásban akkor már az az, ami így visszamenőleg valamennyire hitelesíti, vagy elfogadhatóvá teszi ezeket a rettenetesen papírízű, jön ez a népmesei filmet, ez a drámai kurtizán történetet, ahogyan a fiametta a végén több ízben reflektál arra, hogy mi mást gondolunk a szerelemről, hogy a maga hazájában máshogyan működnek a kapcsolatok, máshogyan működnek a nők, tehát hogy legalább ennek van egyfajta reflektáltsága, hogy ez egyfajta szerelem, vagy hogy mi most valahogy, sőt, hogy tulajdonképp kétfajta szerelem, mondja a fiametta, mert hogy máshogy gondolkodunk erről, és hogy ő azt, ugye, azt mondja, hogy azért is csúszik itt el az ő románcuk. De igen, én is azt éreztem, hogy sem a karakterek pszichológiája nem igazán hiteles, másrészt, hát esemény persze van, de hogy ilyen rettenetesen mozgalmasnak vagy izgalmasnak még sem meg, mert hogy, hát szóval, hogy még hiába fokozza, hogy valaki közben ármánykodott, nagybetűvel írva a valakit, de hogy azért ehhez nem kellett ilyen Agatha Christie lángelme, hogy 10 percen belül tudja, hogy mi történik. És onnantól kezdve a végtelenül tényleg ilyen meseszerűen naív Tamást kellett néznünk, aki ezen végig szerencsétlenkedi magát, és szóval rossz, amikor az ember a tizedik oldalon tudja a gyilkost, onnantól kezdve már nagyon nehéz jó krimit csinálni. Vagy persze, mondjuk. Szóval azt gondolom hogy a regénynek ez a férfinő, ez a lélektani része a biztos a leggyengébb oldala, de hát ebben azért látható ez a színpadi szerző gyakorlata.
Tehát, hogy ennek van egy ilyen moziszínész, ilyen nemzeti színházas, ilyen Bajor Gizés, Márkus Emiliás feelingje, azért jót vár. Mi már azt mondjuk, hogy a francot érdekel ez már. De ezért már hozzátartozott a regény sikeréhez. Azért én azt gondolom, hogyha a Marcenak, hogy mi lett volna, ha kérdésére válaszolva, meg hogy milyen keveset tudnak erről a Bakócféle pápává választásról, gondolom én azért is keveredtem bele többek között ebbe a beszélgetésbe, mert én foglalkozom olasz, főleg velencei magyar török kapcsolatokkal. Hát nem azért következett be Mohács, meg a 150 éves török uralom, mert Bakócnak nem sikerült magát pápává választatni. Tehát, hogy ez egyszerűen teljesen téves. Az oszmán hadsereg legyőzhetetlen volt, és már az úgynevezett az Európai Unió Egyesült Seregét, amit luxemburgi Zsigmond, német-római császár és magyar király kiállított, már Nikápolyba szétverték. Hát akkor mit tudott volna a pápa felvonulni? Biztos, hogyha magyar pápa, magyar származású pápa van, ami valószínűtlen egyébként, hogy ennek tényleg realitása lett volna, mert az olaszok nem nagyon fogadtak el más, csak olaszt, az esetleg abba segített volna, hogy a végvári vonal délebre húzódjon. Én nekem alapvetően a kiinduló pont, bár én ezt nem így csináltam volna, de szóval, hogy a kiinduló pontban van valami nagyon magyaros, és nagyon a mi közös tapasztalatainkból táplálkozom, hogy egy történelmi katasztrófa előestéjén fűhöz, fához kapkodnak az emberek. Szóval nekem ez tulajdonképpen nagyon tetszik, és szerintem ennek, ha úgy vesszük, van realitása, tehát valószínűleg ez tényleg ilyen lehet, fűhöz, fához kap. Én is úgy éreztem. És hát mi más csinálhattak volna? Tehát, és ez velünk is nem először a magyar történelemben, ez a magyarokra jellemző, amúgy is jellemzően ingerült hisztéria, a kétségbeesés és reménykedés hullámvölgyei, szerintem alapvetően nem rossz ötlet ez, és akkor a magyar diplomácia mindent feltesz arra, hogy magyar származású pápa lesz, ez se oldana meg mindent, bár nem lehet azt állítani, ugye, hogy semmit sem, tehát hogy még esetleg valamilyen pozitívum lehetett volna, de mindent semmiképp sem, és akkor kétségbe esetben hisznek, ebbe kapkodnak fűhöz, fához. Na most szerintem ez ebben tényleg lehetett valamilyen realitás. Hogyha mindössze történelmi tragédiáinkat, akkor igaziból mindenütt föllehető ez az attitűd szerintem. Most nem akarok rögtön, hogy így, hát mit én például ugye ott van Rákócék, az a kivéreztetett franciákhoz való hát udvarlása mondjuk. Kapkodása, igen. Vagy akár mondjuk 56-os forradalomnál akár a nyugatnak igen, a... Igen, a NATO, jöjjön a NATO, igen. De szerintem igen, tehát, hogy ez a fajta lélekállapot, mert most ugye még tulajdonképpen nem tudjuk, hogy milyen volt az a követség Rómában, de ez a fajta lélekállapot, hogy mind kapkodunk fűhöz, fához, valaki segítsen, vagy történjen már valamilyen csoda, szerintem nem idegen, ami... Tehát, hogy
más történelmi korokban másképp átvettük ezt. A Medegyel meg a Szabó Ervin könyvtár előtt, de biztos ti is. És ott van valami Lord emlékkutya, vagy nem tudom ki. És ez a Lord, ez arról nevezett el, egy angol Lord, hogy elítéltet Trianon. Na de hát akkor abban mi van? Tehát, hogy ebben mi következik, vagy értjük? És akkor rögtön oda tettek egy emlékkutat, hogy hát, hol vagy, nem tudom, Lord, nem tudom ki. Igen. És szépen beszélt a magyar sérelmekről, ami persze fontos dolog, vagy tehát az együttérzés is fontos dolog, de ez a kétségbe esett kapkodás, ez azt hiszem jellemző ránk. És hát nem indokolatlan, tehát hogy bizonyos Mohács előtt nem lehetett ez. A velenceiek jobban kapkodtak, tehát ügyesebben kapkodtak. Nekik ugyan létérdekük volt, hogy Mohácson, tehát ne. Tehát, hogy a törökök ne Itália felé vonuljanak. És hát ezt tulajdonképpen mindent megfettek ezer. És ugye nyilván maga a regény 19-es regény, tehát hogy ugye nyilván ő is történelmi kataklizmára akar ránézni. Szerintem ez nagyon izgalmas, vagy azt hiszem, hogy ez összefügg azzal, amiről már szó esett, hogy ilyen drámaszerű ez a szöveg, és hogy az elbeszélői nézőpont az így finoman szólva mozgásban van. Szóval nagyon sok ilyen szabad függő beszédes rész van, ahol így most akkor kinéz és honnan néz, bejövünk Rómába, látni ezt meg azt, akkor már a végén látunk ezt meg azt, akkor nálunk otthon, tehát akkor hozzánk van beszélve, de közben egy csomó szabadfüggő beszédes mondat van mindenféle szereplők tudatából, meg zárójelben ilyen minden tudó elbeszélői mondatok, hogy persze a politika nem érdekelte, vagy a vallási szempont nem érdekelte se a Medicit, se Bakócot, se senkit, zárójel bezárva. Tehát amúgy én tudok mindenkiről minden. És ez nem tűnik nagyon professzionálisnak, de pont ez a mozgás szerintem egy picit azt is mozgásban tartja, hogy végül ezt a tanulságot hogyan értjük meg, és kivonja le. Tehát, hogy ez a nagy-nagy nemzeti önsajnálat, ugye van ez a felejthetetlen bekezdés arról, hogy mert mindig kívülrekednek az élet kapuján, és ott a sötétségben egyáltalán. De hogy például ez a mondat, ez egy elbeszélői mondat, vagy ez ennek a népmesei szegény Bukott Tamáskának a mondata, ezt végül is a regény felépítése ilyen értelemben hagy egy pici mozgásteret neki. És szerintem ilyen értelemben végül is azon is lehet egy picit játszani, hogy most itt min múlik. Persze természetesen a történelmi vonatkozásokban nyilván nem Vértesi Tamás naív és ostoba szerelmén, de végül is a regényben van egy ilyen olvasati lehetőség, ami alól Bakócz fölmenti őt, de azt mondja a szöveg, hogy hát olyan paraszt fatalizmussal, hogy ha már minden veszett, ne veszem már ez a fiú is. Tehát, hogy nem biztos, hogy a Bakócz azt gondolja, hogy ez nem múlt a Vértesi Tamás, csak azt gondolja, hogy most már úgyis mindegy, akkor már ne sírjon szegény fiú. És közben Bakócz persze hivatkozik erre az egész nagy politikai játszmára, amit ez a szerelem ugye így szimbolizál számunkra. Meg közben egy elképesztő fatalista monológot mond arról, hogy hívjuk sorsnak, véletlennek vagy Istennek, az azt akarta, hogy elfolyjon Magyarország bora, és amikor Isten azt akarja, hogy a magyarok elbukjanak, akkor a magyarok elbuknak. Tehát van egy ilyen totálisan kilátástalan narratívája is, amivel legfeljebb a mi nem tehettünk róla, mi nem tehettünk semmiről, legfeljebb ez benne a pozitívum, vagy a milyen előremutató, ha ez mutat bármerre is. Szóval, hogy szerintem a szöveg az így ilyen értelemben enged egy kis mozgást arra, hogy az okokat hol lokalizáljuk. Ugyanúgy, ahogy ugye majdnem az utolsó szó ez a Dózsa György, mekkora ötlet, Dózsa Györgyöt nevezzük ki, ez lesz a megoldás. Tehát, ahogy így ezt a halmot... Igen. Tehát, hogy nem is csak egy... Itt végignéztünk egy belebukást, aminek különféle okait fogalmazhatjuk meg, és már látjuk jönni a következőt, tehát nyilván ez a történelmi regény rémülete, hogy hát tudjuk, hogy hova mennek ilyen boldogan haza ebben magyar bőjtbe. Szóval szerintem ez a fajta elbeszélés politikai
lebegés, mondjuk így elegánsan is, talán egyenesen bénázásnak, ez az értelmezést is egy picit meg tudja lebegtetni, és hogy szerintem ami érdekes lehet ebben a könyvben, ha valami, akkor talán ez, hogy ezt egy picit így szabadon tudjuk elhelyezni, vagy van egy kis szabadságunk az értelmezésben. Én ezt tényleg nem lehet sose tudni, hogy most pontosan ez kinek a véleménye, ami elhangzik. Tehát, hogy annyi egymás ellentétes vélemény is szembe jön velünk, ami tényleg hát egy-egy karakterhez lehet kötni, de hogy ezt most nem tudjuk, vagy főként nem hihetjük azt, hogy ez mondjuk Hercegnek a véleménye. Akár ez itt az életkapuján való kimaradás. Ez ugye éppen a Vértesi Tamásnak az eszmefuttatása, hogyha jól emlékszem. És erre például a Bakóc Tamás, hát most konkrétan nem fog tudni idézni, de hogy az föltűnt, hogy a Bakóc egy nagyon higgadt módon reagálja le ezt a hát ilyen tipikusan magyar ilyen, jaj, önfeláldoztuk magunkat megint a semmiért kezdetű dolgot. Tehát, hogy valahol mondjuk az, aki úgy szeretné értelmezni ezt a regényt, mondjuk ennek a mondani valóját, hogy ez tényleg itt a magyarok nagy önfeláldozása és a fölösleges, hát, mondjam, vagy a fölösleges reménykedésnek a regénye, mondjuk, vagy hogy megint így esetleg a nyugat felé mutogattánk, hogy hát ők azok a gonoszok, akik minket, magyarokat itt feláldoztak a törököknek, ahogy aki ezt akarja értelmezni az igaziból, vagy hogy ezt szeretné kihozni ebből, szerintem ebből regényből ezt nem lehet, mert legalább ugyanennyi ellentétes jelentésű, hát ilyen, hogy mondjam, monológ is van benne. Mondhatjuk talán ezt. Tehát, hogy nem olyan egyszerű meghatározni valóban azt, hogy ki mit mond ebben, illetve hogy különböző vélemények kihez tartoznak, de akár mondjuk erről lehetne csinálni egy ilyen ábrát, hogy kinek mi a véleménye erre az adott helyzetről. És ami viszont nekem kifejezetten tetszett, az mondjuk Bakóc Tamásnak a szerepe ebbe, hogy ez az örök küzdő. Tehát amikor itt elbuknak Rómába, hogy még akkor se adja föl, hanem akkor egy újabb tervet kezd el szövögetni. És mikor arra visszagondolunk, hogy ugye hogyan mondogatta ott a Vértesi Tamásnak, hogy hát lám, amikor, vagy lehet, hogy a pápának pontosan nem is emlékszem, hogy kinek mondta, hogy ugye, amit ő saját magának akart csinálni az életben, az mindig tök jól sikerült, de az, amit az országért akart tenni, az meg valahogy mindig ugye csődbe vitte, vagy hogy nem sikerült ez a vállalkozás, bármi, amit az országért akart tenni, és akkor ugye, ne, tehát hogy ilyen szempontból ez az utolsó oldal, ahogy itt előhozza Dózsa Györgyöt, hogy már megint egy ilyen totális mellékfogás. Ez, hogy akkor majd őt kinevezi a keresztény seregeknek az élére, szóval, hogy ebbe egyfajta ilyen irónia is van, vagy nem tudom. Tehát, hogy kezdem azt hinni, hogy Hercegnek humorérzéke volt bizonyos esetekben. Volt. Ez tragikus iróniának mondják, azt hiszem, ez a zárlat, ez a Dózsa Györgyös zárlat, igen. Én sokat gondolkodtam, amikor ezt olvastam, mert én nem olvastam korábban ezt a regényt, hogyha mindenképpen magyar katasztrófa regényt kell venni a gimnáziumban, akkor miért nem Kemény Zsigmond Zord időkép, ami sokkal jobb, tehát sokkal bonyolultabb. És annak több oka is lehet, részint az egy nehezebben olvasható történelmi regény, de talán az is az oka, tehát, hogy szerintem ez a fajta, tehát, hogy nincs ez rosszul lezárva. Tehát, hogy az a kicsit komikus ilyen helytállás morál, amit Bakóc úgy felmutat, se ráncsunk erre, megyünk tovább, meg akarsz halni, megyünk tovább. Tehát, hogy ezt tudom, nem rossz. És mindig mellé fog, és ugye ez a pápa választásnak se volt, tulajdonképpen mennyi pénzt elszólt. Tulajdonképpen sok értelme, a Dózsa György végeredményét is tudjuk, de tulajdonképpen ugye mindig mondja azt az elbeszélő, hogy hát a paraszt szólal meg Bakóc Tamásban ilyenkor, és hát ezt így nem tudom, de ez egyébként egy nem rossz.
És amikor ugye gondolom bele, hogy Szabó Dezső elsodott falujában például azt mondja a főhős, hogy építettem magam a névbe. Vagy a két világháború közötti irodalom így felfedezi ezt a nem nemesi típusú helytállásnak az értékét. És most attól függetlenül, hogy én nem szeretem Szabó Dezsőt, de ez, hogy ez egy nem rossz. Tehát, hogy hát ez az egyetlen, ami valóságos, és akkor csinálunk megint egy hülyeséget. És aztán megint csinálunk egy hülyeséget. De amíg csinálunk, addig élünk. Tehát, hogy azért nekem ez, nekem tehát, hogy tulajdonképpen az egész nem nagyon tetszett, de azért ez a zárlat, ez szépen meg van csinálva. És nem is mentes se humortól, se valamilyen mélyebb értelmű mondani valóból. Igen, hát persze, hát, hogy van ez, hogy Varsányiné egérírtást vállal egy másik műfajban. Hogy van? Örkény egy perceseiben. Hogy ugye eljön a világvége, mindenki elpusztul, és akkor megjelenik egy kis cetli Budapest rómjainál, Varsányi né jutányos árban egérírtást vár. Hozott szalonnával, igen. Na most, én azt gondolom, hogy a Bakósz Tamásban van egy ilyen, ez a hozott szalonnával bármikor. És hogyha azt mondjuk, hogy enélkül a, tehát ez egy plebejus, egy primitív, ha tetszik, egy parasztos mentalitás. És hogy tulajdonképpen minden karcsörtetésnek előbb-utóbb vége lesz. De ez a hozott szalonnából egérirtást vállalunk. Hát, ha nincs más, kinevezzük Dózsa Györgyöt. Ez azért, úgy el tudom fogadni, hogy amíg ez a hülyeség van, addig nincs veszve minden. Mert azért ez a zárlat, ez nagyon megvan fog. Az én ízlésemnek már túl megengedőek vagytok egyébként, tehát hogy ez nagyon, nagyon jól hangzik, Ági, amit mondasz, hogy ez a lebegtetett beszélő, ez ilyen megengedi, hogy ide meg oda helyezzük a beszélői hangsúlyokat, de hát azért az milyen megoldás, az, csak az elejéről mondom a kedvencemet, amikor az erkélyen van ez a, már ki is emeltem, hogy viszonylag jónak mondható párbeszéd, ahol ugye felrakja ezeket az olasz szereplőket, nagyjából el tudjuk különíteni őket, hogy kinek mi lesz a szerepe. Majd a következő fejezet azzal kezdődik, hogy a felvonulás az tényleg parádés lehetett, mert a római történetírók gondosan feljegyezték, hogy milyen volt. Borzalmas. Rengeteg ilyen. Nincs végig gondolva ez az elbeszélői struktúrája az egész regénynek, hát ez egyértelmű. De azt sem tudtam, hogy mi történik. Aztán igen. Amikor a szabad függő beszédre kiírtam egy szép részletet, mert hogyha szándékos lenne, akkor ez egyébként egy jól megcsinált jelenet lenne. A Tamás elmondja a fiamettának ezt a fekete barátot, hogy ugye látta ő ezt a szellemet, és hogy mit sugalt neki. És itt a beszélő ráerősít arra, hogy ó, igen, vannak rettenetes emberi energiák, amik túlélik a testi halált, és itt valóban nem tudjuk, hogy ezt a Tamás gondolja még, vagy a fiametta megerősíti benne, hogy ezt így kell látnia, vagy tényleg a beszélőt hallgatjuk. Egész addig, ugye itt még a Kapisztrán Jánosról van egy kitérő, ahol meggyőződik róla magában, hogy ez biztosan a Kapisztrán Jánosnak a szelleme volt. Következő mondat, hogy fiametta alázatosan hallgatta minden szavát. Hogy ezt, ami eddig elhangzott, ezt a Tamás kimondta. El tudjuk képzelni ezt a jelenetet, ahogy ők állnak a szobában, ez egyébként az első randi, mert ugye előtte nem volt áthívva a fiú, és akkor itt tart egy ilyen előadást arról, hogy nem csak transzcendens hatalmak vannak, hanem ez biztosan Kapisztrán János lesz. Itt ugye egy kis mese lehet a Nándorfehérvári viadalról, amit nyilván nagyon élvez ez az itáliai kurtizán. Hát...
Szóval erre mondom, hogy kevésbé vagy. Rengeteg ilyen ügyetlenség van benne, de hogyha megnézed a Leonardo beszólását a regénybe, és hogy nem mindig ügyesen, de mindig milyen gyakran metaforizálódik a túlélés, mint problémakör. Ugye megkérdezek Leonardótól, hogy melyik a csodálatosabb, egy magalkotás, vagy egy koldusnak a koponyája, meg az emberi organizmusok, és ott is, hogy tulajdonképpen hogy itt az fogódik meg, hogyha már megtörtént ez az 1526, akkor hogy éltük túl mégis? Mondjuk, ami egyébként nem olyan egyszerű kérdés. Tehát nem is olyan a kérdés. Sőt, egyébként az jelenet az egy nagyon jó jelenet, és én ugye néztem ebből a szempontból is, hát ugye végül is ez volt a kiinduló pont, hogy miről lehetne beszélgetni a gyerekekkel, hogyha már erről a regényről kell velük beszélgetni, és azért ami ott, és amilyen formában elhangzik azon a vacsorán ez a mimézis vita, hogy akkor a művészetnek a valósághoz való kapcsolata, az hogy tematizálódik, az nagyon jó, és teljesen vitaébresztő. Tehát ezt így, ahogy van, át lehet vinni egy ilyen vita feladat. Igen, egy kicsit olyan középiskolás fokon nekem az volt az érzem, és pont olyan, hogy így még értik a gyerekek is, tehát, igen, hogy ez is az nem, ez végül is. De végül is ez ilyen az oktatási segédanyagnak volt. Na, megragadtam a szót ravaszul kihasználva a szünetet, hogy ugye az, hogy amit az imit pedzegetett egy kicsit, hogy milyen nemzetképe van ennek a regénynek, vagy hogy mi az, ami a magyarság ebben a regényben. És ez nagyon izgi, hogy néha azért mondanak konkrét dolgokat a magyarokról, már azon kívül is, hogy ilyen barbárok, meg hogy mennek, mint a gép. Az egyébként nagyon szép, amikor úgy hasonlítja össze a pápát, meg a bakócot, hogy a pápa az olyan, mint a sas, aki ilyen távlatokban gondolkozik, és a bakóc meg olyan, mint a vatkan, aki amíg szagot fog, akkor mindenen át fog gázolni addig, amíg oda nem ér. Na, de nem azt akartam, hanem azt, hogy van valami fajta ilyen betyárbecsület a magyaroknak. Azt mondja, a regény elején hivatkoznak rá, hogy orgyilkosság az Magyarországon nincs. Na, tehát, hogy ez úgy nyilván a magyar középkorban soha semmi hasonló nem történt, ezt tudjuk. Aztán a magyarok nőket nem ölnek. Haha. A érdekesebb az, amire mindig visszatér, hogy van ez az irgalmatlan barbár gőg, és most szó szerint idézem, mert ez már az, amikor a Tamás nem néz vissza a csajra. Azt mondja, hogy valami irgalmatlan barbár gőg ősi ázsiai csökönyösség merevíti meg a nyakát. És itt a szóhasználatból ugrott be nekem, hogy én ezt már valahol olvastam, és ahogy nézegettem még ilyen részeket benne, hogy ketten vannak magyarok, de több tüstént összekapnának, hogyha nem volna köztük ott a rangbéli nagy különbség, rájöttem, hogy ez az Adi. Ez a kompország. A Corvin Codex margója. És időben sem vagyunk nagyon távol egymástól. Tehát, hogy az az irodalomtörténeti kontextus, amiben a hercegnek még van is valami köze az Adihoz, mert ugye a Duktuk affér az úgy íródik meg, hogy a herceg meghívja az Adit az új időkbe, hogy fejtse ki az elhatárolódását a holnaptól, az nem is annyira egy... Tehát, hogy annak még lehet egy valódi ideológiai háttere is. Hogy ők itt valamit a magyarságnak az alaptermészetével kapcsolatban igenis hasonlóan látnak, annak ellenére, hogy ezt utólag így a két szélsőség irányába tettük el. Nem? De hát ezek alapján szerintem igen. Ennél azért többet akartam ezzel kapcsolatban mondani. De hogy, tehát hogy ez a dacosság, ez meg ami, tehát igen, ez tényleg Adinál megjelenik, meg észrevehető is tök ügyeség egyébként, hogy ezt innen így kibogaráztat, hogy ez a kettő összekapcsolódik. Még amikor ott a két magyarban is azok is összekapnának, után van egyébként még szintén ezzel kapcsolatban, én is itt kinéztem egy ilyen részletet belőle, hogy a Virtusi Tamás hogyan reagál, és hogy amikor ott ugye ott hagyja ezt a fiamet át végképp, akkor ugye felszabadul benne valami szabadság. Tulajdonképpen ez itt az utolsó bekezdés neki. Azt mondja, hogy
hogy Tamásom elére horkasztja fejét, megint az a könnyező ellágyulás, az a vérző fájdalom egy asszonyért. De aztán fölkapja a fejét, és ellenségesen nézi a várost. Egy asszonyért, maga elé legyint a kezével. Ah, az csak az olasz novellinákban van úgy, de a magyar ember még nem halt bele a szerelembe. És ebben a pillanatban kemény kézzel maga tépi le szívéről az utolsó eret, amelyben Róma vére pihege. A barbár még vérzik, de már szabad. És úgy folytatja, hogy és már tud önmagán kicsinylően mosolyogni, és megint visszaemelkedik, vagy visszasüllyed oda, ahonnan jött. Szóval, hogyha nem lenne itt benne ez a belekérdezés, hogy visszasüllyed oda, vagy emelkedik oda, vagy hogy most mi a kettő közül, akkor kevésbé tetszen ez a dolog, de hogy valószínűleg a magyarokban tényleg van egy ilyen hozzáállás, hogy a külföldhöz, meg a világ dolgaihoz, hogy hát majd mi adjáljuk a magunk útját, ha nem akar ebbe segíteni senki, akkor majd egyedül megcsináljuk, meg majd akkor megleszünk. És tulajdonképpen ez is azért reflektál arra, ami itt ez a Dózsa Györgyös megoldás is, hogy a saját kezünkbe vesszük a sorsunkat. Persze, hogy ez pozitíve vagy nem, meg hogy ebben a magyar hozzáállásnak mennyire van ehhez köze, azt nem tudom, de nekem ez a rész itt különösen tetszett, és csak azért, mert például így magamon is fölismertem egy-két ilyen attitűdöt, hogy olykor így állok a világ dolgaihoz. Tehát a magyar mentalitás szerintem tényleg egészen jól megragadja Herceg ezekben a részletekben is. És hát könnyen lehet, hogy ez tényleg itt a dióhoz is hozzá kapcsolható. Meg azért ez fontos abból a szempontból, hogy ugye föl lett téve ez a kérdés ezzel a regénnyel kapcsolatban így, hogy akkor ez egy ilyen nemzeti önkesergése, amiben a remek magyarok azok a szemét olaszok miatt szenvednek, és hogy azért ez nagyon nem így van, tehát hogy erre egy csomó szöveghely van, amire felhívja a figyelmet. Még egyet idézek, hogyha ugye ez arról mondja, hogy magyar tehetséges magyar fiatalokat kellene küldeni Itáliába tanulni, és azt írja, hogy ha lehámlott szemükről az ázsiai hályog, ha kiolvadt lelkükből a harcos gőg és az átöröklött perlekedési düh, akkor nagyszerű munkát fognak majd végezni. Nem tűnik egy ilyen országi más szövegnek. És szerintem még az elkei jelenetben mondja ki, hogy mitől lesz ugye egy nép, mikor barbár egy nép, és mitől lesz kultúrnép, és akkor azt érzem, hogy ez nem is színházi, ez ilyen filmes megoldás, így premier plánban, most jön a tanulság, srácok, és akkor van egy szép bekezdés arról, hogy ugye a barbár nép az a nép, ahol a polgárok összefogása nem jut eredményre, és ahol hiába van egy-egy kimagasló ember, mert az hiába alkot nagyot, ha ő meghal, akkor belehal a műve is, és akkor tényleg azt érzi az ember, hogy ezt így, most így csomagba kaptunk azért ilyen instrukciókat, vagy hogy ismét, az eligazítás van benne rendesen. Szóval én mind Adival, mind Herceg Ferencnek tényleg olyan izgalmas, amit Marci észrevett, hogy a két nagy ellenség nemzetkarakterológiában ebben mennyi hasonlóság van valóban. Én utálom, és semmilyenre se értem. De szerintem ez az ősi, ázsiai büszkeség, dat, ezek szerintem egy hülyeségek. Tehát, hogy ez egy ilyen századfordulós divat volt, egy ilyen orientalista hülyeségeket belelátni a magyarokba. Lehetséges, hogy ebben mind azért szerepet játszik, hogy én magam durántúli vagyok. És soha semmilyen szitja, vagy ázsiai dacót, és nem tudom, mit én nem láttam a saját hozzátartozóimban, de én ezeket mind ilyen századfordulós divatoknak tartom. Hát tulajdonképpen hagyjuk már ezt a keletezést, vagy nem tudom, mit mondjak erre. Miért Velence? Az például nem ugyanúgy Kelet-Közép-Európa, mint Magyarország. Egy bizánci függésben saját magát megvalósító, a világ első gyarmatbirodalmát, modern gyarmatbirodalmát felépítő városállam. Tehát, hogy én tudom, hogy ez a kompország, ez a kelet-nyugat,
ez egy irtózatos mániája volt a századfordulónak, de én néha azt hiszem, hogy ez egy hülyeség. Egyébként ma nem ez van. Vagy hogy így, hogy így a mai, hát hogy mondjam, narratívába is ez azért eléggé gyakran előjön, nem? Tehát ez a, nem csak a keleti, hanem hogy ez a kivagyiság a magyarok szempontjából. Biztos, hogy, tehát, hogy én tőlem távol áll az, hogy én tőlem távol áll az, hogy tagadjak egy adott nyelvi közösség, vagy egy adott kulturális közösségre bizonyos jegyeket. Tehát én nem állítom, hogy az izlandiak olyanok, mint a portugálok, vagy tehát, hogy ez mi sem áll tőlem távol. És milyen legyen egy nép, ami egy olyan nyelvet beszél, amit senki más nem hajlandó rajta kívül megtanulni, és hát tulajdonképpen ő se tud más nyelvet megtanulni. Tehát, hogy sok minden adódik a nyelvből, a nyelvből, de én azért alapvetően azt hiszem, hogy ez az ázsiai mitosz, ami adiban olyan erős volt, pozitív és negatív jellel, ez szerintem egy ilyen kis nemes időfösködés. Én egyébként, ha már itt tartunk, hogy Ázsia meg Kompország, azt egy érdekesebbnek tartom, hogy olyan nagy volt a beszarás Mohács előtt. Tehát ebben így egyetettem. Tehát akkor már majdnem száz évig a magyar nemzeti vagyon nagy része ugye a végvári rendszerre ment. Hogy tulajdonképpen elindulnak ezek a plebejus karrierek. Felemelkednek különféle déli katonacsaládok. Ozorai Pipó, egy budai polgárgyerekből hadvezér lesz. Egy ilyen moldvai, gyanús, balkáni fejedelem sarjból magyar király lesz, olyan hunyadja. És hát ugye ott van Bakócz Tamásnak a hihetetlen felemelkedése, ami azért lássuk be, tehát a 16. század elején. Ez olyan, mint a Bill Gates vagy. Tehát, hogy egy jobbágy fiú mobból majdnem pápa lesz. És micsoda gazdag ember. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt inkább ilyen plebejus és kifinomult arisztokratikus életérzést áll szemben. Én ebben az ázsiai, nyugati szembeállítást, ezt én így a századforduló számlájára írom, és tudom, nagyon szép zsolnai bázákat ifletett ez a felfogás. Tehát ennek komoly eredményei voltak, de szerintem ez nincs is így, és ez adéknek egy ilyen standard rögeszméjük volt. Hát én azt se hiszem el, hogy a magyarok ázsiai. Mi már tulajdonképpen, de mi már tulajdonképpen nyelvileg és kulturálisan vállaljuk a magyarul beszélők örökségét, és a nyelv az egy nagyon komoly kapocs mondjuk az Árpád-kori magyarok közöttünk, de hát mi már nem ők vagyunk. A legtöbb magyart azt a 17. század végén telepítették. Tehát, hogy én egyszerűen ezt egy akkora anakronisztikus barom dolognak tartom, hogy nem igaz. Bocsánat. Nyilván az is egy nemzet, az is, ami meséli magát. És akkor azért itt egy kicsit szerintem ott tartunk, hogy nem tudom, hogy hol mennyire problematizálni, hogy hát most akkor Herceg Ferenc mivé meséli a magyarságot, és most mi mivé akarjuk mesélni, vagy hogy mi, amikiknek most ezt kötelezően kell tanítanunk, mi nekünk most akkor mivé kell mesélnünk saját magunkat. És hogy szerintem a számomra azért fontos az, amit a Marci mondott, hogy ilyen megengedő vagyok ezekkel a hibákkal, mert hogy valószínűleg a Herceg
akart ezzel valamit, és nem biztos, hogy annyira problémat, vagy egy csomó mindent nem akart problematizálni, bár ahogy az Imi mondta ezt a lesüllyed, vagy fölemelkedik, szóval azért ő is föltesz kérdéseket. De hogy szerintem ez a nézőpontos játék, ez azért izgalmas, mert pontosan ezt a mitológia csinálást tudja a konkrét szöveg kapcsán kizökkenteni. Mert hogy ez végső soron mégiscsak egy magyar óra, nem egy történelem óra, meg nem egy, nem tudom, bármi egyéb. És hogy ilyen értelemben szerintem akkor nekem azokat a pontokat kell megtalálnom, ahonnan egy szöveget ki tudok szabadítani abból, hogy ideológia legyen belőle. Vagy hogy felhasználható legyen külső célokra. Belül ennek a szövegnek a világában, azért, mert egy csomó minden mozog benne. Egyébként vannak benne tök sokkal butább hibák is, amik nagyon szépen mutatják, hogy itt valószínűleg nem nagyon direkt van ez az egész elbeszélői hangos dolog fölépítve. Ilyen, még ilyen történelmi hülyeség. Igen, nincs végig gondolva, én is úgy látom, igen. De hogy szerintem ez egy jól használható, hogy mondjam, szempont arra, hogy semmi vita irodalomban nem lehet teológiát csinálni. Szerintem abban az értelemben tényleg lehet akár 1000 éves nemzeti folytonosságról beszélni, hogy ugyanazon a nyelven beszélünk ugyanazokról a helyzetekről. Tehát, hogy ez a Mohács előtti iszonyatos, fejvesztett kapkodás, ez jó párszor előfordult a későbbi történelemben. Tehát, hogy ilyen értelemben is mi örökösei vagyunk ezek a magyaroknak. De én ezt az ilyen ázsiai, nyugati tipologizálást továbbra is egy ilyen kicsit nevetséges, szecessziós divat megdöbbentett engem az adi tipológiával való rokonságom, és ez teljesen jogos. Szóval, hogy ez kétféle elnyomást, ez az ideológiai alapvetés kétféle elnyomást lehetőségét veti fel. Te egy ilyen ősi ázsiai szitja, akárkicsoda vagy, nehogy már alkalmazkodjál bármihez. A másik elnyomás az, ugye tudjuk, hogy egy ősi ázsiai szitja valaki, mert majd korbáccsal fog belőled kiverni Ázsiát. És szerintem egyszerűen ezt nem, tehát ennek nincs jó megoldása. Tehát ennek az Ázsia. Nem is egy megoldás, szerintem ez egy kimondottan egy társadalmi csapda. Semmi, csak azt akartam mondani, hogy hogy úgy, mint hogy ez egy könnyű olvasmányú regény lenne, az a helyzet, hogy nem lehet kijelenteni, mert hogy pont ezek miatt, a hibák miatt ennyire bántó olvasni, szerintem nehéz, meg a gyerekek szerintem többször a falhoz vágnák, hogy nem minném azt egyébként, hogy ilyen szempontból ez mondjuk könnyebben tanítható, mint egy olyan regény, ami jól megvan írva, de mondjuk valamilyen szinten elvileg nehezebb szövegezés lenne. Konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk egy-egy leírás kapcsán milyen információkat kapunk a szerzőtől, és az egyik ilyen kedvenc részem az, amikor a Csígyinek a palotáját, az ilyen ő palotáját mutatja be, Herceg Ferenc 3 szóban, hogy ezt képzeljük el, és hogy hogyan néz ki, amikor 3 tök ismeretlen, legalábbis hétköznapi ember számára, tök ismeretlen reneszánsz építő, meg festő nevet felsorol, és ezzel el kell nekünk képzelni egy palotát. Tehát, hogy itt ez a palota, ez épített, meg az a 2 festették ki. És így, mint hogyha az ember a kis hercegben ez a rész, amikor ugye azt mondja a felnőtt, hogy jaj, hát láttam egy 50 000 tankot érő házat, és a másik fölkelt, hogy jaj, milyen szép. Tehát, hogy mint hogyha a két ilyen reneszánsz, nem tudom, hát reneszánsz bolond ember így beszélne egymásról, és akkor hogy így jellemezne valamit, és a másik már azt mondaná rá, hogy hát akkor ez tényleg fantasztikus dolog lehet, és hogy ez a regény tele van ilyen pontokkal, tehát hogy egy csomó reneszánsz embert felsorol említés szintjén, és ennek semmiféle értelme nincsen, mert hogy valakit ugye felsorol, hogy felújított egy szobrot, aki akkor egyébként 5 éves, hogyha szigorúan nézik a dolgot, illetve egy csomó olyan ember van, aki például így jellemez, hogy ez az ember egy nagyon kiváló intellektus, írt egy könyvet,
amit még nem olvastam el, de állítólag nagyon jó. És ennyit tudunk róla. Tehát, hogy rohadt nehéz olvasni ezt a könyvet, mert egy csomó olyan névbe beleszáll az ember, aki részint nem érdekes, mert hogy nem úgy van megírva, hogy ez érdekes legyen, hanem csak ilyen névtűzi játék tulajdonképpen. És ezzel szerintem rohadt nehéz mit kezdeni egy gyereknek, meg egy átlag olvasónak is. Igaziból ennek én nem értem a lényegét, hogy miért van benne, miért szükséges. Ettől lesz reneszánsz, vagy ettől lesz történelmi ez a regény? Én ilyen műfaji megközelítésből próbálkoztam ezzel, hogy nem az van, hogy ő itt egy ilyen, hát ezt a művészettörténeti kiskönyvet, hogy hívják ezt, ismeretterjesztő ponyva, valami ilyesmit szeretne meghonosítani. Ugye ez az ismeretterjesztő ponyva, ez az, amit egyébként lehet zseniálisan csinálni, hogyha picit gonoszabb akarok lenni, akkor egyébként az Utas és Holdvilág is nagy részt ilyen, csak ugye az egy zseniálisan megírt ismeretterjesztő ponyva. Ennél ismertebb a Da Vinci kód, amit ugye a világon mindenki elolvasott, de abszolút ez a krimi, ami közben tele van tűzdelve ilyen művészettörténeti érdekességekkel. És ugye ez az, amit nem csinál jól a herceg. Tehát ezt kezdi el, ír egy kis történelmi regényt, amiben bele van szőve egy ilyen még egy picit gyengébb románc, és aztán megtűzdeli ezekkel az művészettörténeti ismeretekkel, amiket viszont nagyon rosszul csepegtet. Vagy unalmasak, vagy rosszak. Nagy lehetőség van, amit valahogy herceg nem használ ki. Tehát, hogy itt egy hanyatló Itália van, és a regény epizódjaiban szóval, hogy van az, hogy egy pápa választásnál mindenki leszarja a hitet, nem? Tehát, hogy itt nagyon sok mindent lehetne kibontani, de ezt valahogy Herceg Ferenc nem bontja. De, mint hogyha volna legalább a lehetőséget érezni abban, hogy ez az irigylésre méltó célja a történelemnek, ez, amihez mi fel akarunk zárkózni. Hát azért valami olyan borzasztó orgia van ott leírva. És ezt megmutatni nem tudja, elmesélni nem tudja, de mint lehetőség ott van a szöveg. Igen, meg is botránkozik ott a Tamás ezen a Vénusz ünnepségen. Szatmár megyei lelkiismeret. Hát nem is alapban mondani. De hát azért a Tamás is megéri a maga pénzét, persze. Nem tudom egyébként erről a romantikusáról, hogy ezt hogy látjátok, hogy én lehet, hogy én olvastam kevés romantikus ponyvát, de hogy, bocsánat, csak keresem a jegyzetet, hogy a Tamás az ugye a fiamettának az álcájába szeret bele. Tehát abban, amit előtte eladnak ilyen itáliai dámoként. Ezt még így értem, vagy ezt így el tudom képzelni. Az már érdekesebb, ugye, hogy ki is ábrándul, amikor meglátja a csajnak az igazi arcát, mert van neki ez a kemény politikus arca, amikor elűzi a herceget, és ettől már úgy undorodik a Tamás, hogy ez neki túlzás. Ami szomorú, mert ugye ezek szerint ez, tehát hogy akkor ezt kizárhatjuk, hogy szerelmes a nőbe. Akkor mondjuk nem értem az egész második részét, de mindegy, szóval értem, oké, nem, össze tudom kapcsolni. Nem, hanem, hogy megyek tovább. Tehát, hogy ebbe a római dámába, ami egy ilyen mű római nő, és akiben csak a tudatlan magyar paraszt tud ennyire beleszeretni, mert az még nem látott igazi római nő. Na de ez a tudatlan magyar paraszt, aki ezt végigcsinálja, és ilyen csont nélkül benyalja az egészet, már elnézést a kifejezésért, abba hogy lesz szerelmes a csaj? Tehát, hogy van itt ennek bármifajta pszichológia. Tehát, hogy akkor mit szeret meg a nő? Mert igazából a Tamás semmi olyat nem csinál, amitől ő ne lenne egy nagyon ideális balek. Aztán van benne az a fura logikai hiba, hogy mégis valamin vérig sértődik a csaj, és meg akarja öletni a Tamást, még mielőtt kész lenne a csál. Az már van? Szerintem ezek borzalmasak ebben a regényben. Lehet, hogy én egy elmaradott nő vagyok, és szerintem borzalmasak. Csak hogy ugye azt megbeszéltük, hogy vannak benne narratológiai bakik, de hát azért ez egy olyan logikai felépítményi baki, hogy én meg akarom öletni a csávót, mielőtt végigcsináltam volna a cselt, ami miatt ugye az egész Medici párt engem fizet, hogy az nonsense. De ugye azt mondja a fiamet, hogy azért akarta megöletni, mert hogy annyira fájt neki a visszautasítás, hogy,
vagy ezért bérelte fel ezeket a holtgyilkosokat, hogy megüljék a tagjait. Ebben lenne valami, hogyha érezhető bármit a fickó iránt. De ugye ő, hogyha érez is valamit, később fogja érezni akkor, amikor a Tamás nem reagál, de egyébként ez is nagyon szép, mert hogy azt mondja, hol van, hogy a nagy szerelmi vallomás, amikor a fiamat elmondja, hogy ő miért szeretett bele ennyire a Tamásba, ugye azért, mert visszautasította őt, az meg úgy van megírva, hogy jön egy apró ruhába a fiametta, gondolom föl van csavarva a haja, vagy ilyesmi, hogy ne ismerje meg a Tamás, majd leveszi a sapkáját, a Tamás megismeri, elkezd hozzá beszélni a nő, de a Tamás csukott szemmel fekszik az ágyon, és nem reagál. Mikor ismerte meg? Vagy amikor bejött a szobába, akkor gyorsan lefeküdt, becsukta a szemét, és ezt így rendesen végigcsinálja? Értitek a problémámat? És és ráadásul ezerszer elmondja neki a csaj, hogy na de nyisd ki a szemed, drágám, csak egy pillantás, meg mit tudom én, az nem merül fel benne. Például mi van, hogyha ez a fickó alszik? Vagy úgy jött, hogy ébren volt, és akkor nem értem, hogy mi ez a szembecsukás, vagy úgy jött, hogy csupa volt a szeme, akkor meg azért fölmerülhetne, hogy mondjuk alszik. Hát gondoltam, hogy fölébresztette azzal, hogy hozzászólt, nem? Egyébként tudom, szerintem fiametta... Tudom, megcsinálja neki az aranykoporsóval. Üdvözlően a fiametta akkor szeret bele a Vértesi Tamás, amikor meglátja, hogy ezt az ágaskodó lovat a Vértesi Tamás meg tudja ülni. Nem? Tehát ez egy ilyen szerelem első látásra. Igen. Meg hogy én azt gondolnám, hogy ha itt van-e mögött valami pszichológia, akkor pont ez van, ahogyan a romlott kurtizán ebbe a végtelenül naív és ártatlan és tiszta szívű szatmári lelkiismeretű fiúba szeret bele. Tehát hogy szerintem így volna ez meg ideologizálva. Egyébként ugye az, hogy meg akarja öletni, azért a filmet azt is elmondja, hogy a Kiji fölmenti őt, nem erőszakolta tovább a dolgot, nem kért tőlem többé kémszolgálatot, amikor rájött, hogy ő szereti ezt a fiút. Tehát hogy van egy olyan fázis, amikor elvileg nem is kémkedés zajlik, hanem csak szerelem zajlik, és ez a hülye. De mondjuk ez az éjszaka, amikor ugye a Tamást azzal hívja fel a fiametta, hogy olvasgassuk a titkos írással írott iratot. Igen. Ami persze nagyonféle herveget sejtett, de hogy tehát, hogy elvileg abban a pillanatban, amikor a bérgyilkosokat ráereszti, akkor mégis már pont nem kémkedik. Vagy a kémkedést az csak más célokra használja, vagy szóval mit is írja. Mm-hmm. Igen. De fiametta elég zavaros. És ez a csodálatos szerelmi történet, ez azért azt még mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy majd ez a Vértesi Tamás elindul hazafelé, ugye a Mohácsi csatába, és hogy az első olasz nő, akinek meglátja a mellét, gyakorlatilag meggyógyítja ebből a szörnyű nagy kínszenvedéséből, ami ott neki már hetek óta tart. Nekem ez a jelenet talán elválaszthatatlanul attól, hogy 53 éves vagyok, és ez kicsit idézőjelbe teszi ezt a borzalmas, borzalmas szenvedést. Nekem ez a tetszik tulajdonképpen. Szóval, hogy tulajdonképpen hát ez egy kaland volt, nem? Balekot csináltak belőle Rómában. Ez szomorú, de hát túl kell ezt élni, de tanulságos. Igen, valóban a római vakáció lett volna ez a is cím. Hát igen. Hát meg ugye, hogy ezt az egészet valójában, vagy Tamás ezt többször elmondja, hogy ön volt nekem Itália, meg ön volt számomra Róma, tehát hogy az egésznek lenne egy ilyen allegorikus olvasata is, csak az is, hát hogy az sem visz olyan nagyon mélyre, vagy akkor is mi van, ön volt számomra Róma, Róma engem megcsalt, tehát én sértetlen elmegyek, de ahova szintén ugye nem lehet bejutni, azon az életkapun sem sikerül átjutni a Tamás. Igen, tehát az életkapuja az erre is. Az erre is vonatkozik. Tehát, hogy a Róma szajha, gyakran ábrázolják Rómát egy nagy szajhának, például egy csodálatosan nagy olasz verista film is, ugye a Mamma Róma. Tehát, hogy ez a ábrázolás az nem teljesen ismeretlen. Én nagyon szívesen kiterjeszteném a címet ebbe az irányba, csak az a baj, hogy magában a regényben csak is kizárólag abban az értelemben működik az élet kapuja, vagy hogy csak úgy hangzik el, hogy ugye itt a pápaságot nem sikerül megszerezni, vagy hogy ugye a török elleni védelem. Pedig tök jó lenne mondjuk, hogy itt fiametta lehetne az élet kapuja ebbe az értelmezésbe, de hogy ez így a regény
szóhasználata nem nagyon engedi meg sajnos. Hogy ez egy nagy téma, és biztos vagyok, hogy az élet kapuja az esztes jelent. De mondjuk ilyen értelemben hát akkor már egyből a római kapitánktól úgy kicsit több ilyen fanfatált várt volna az ember, vagy nem tudom. De ezek a nagy orgiák, de hát ezek nem voltak akkora orgiák, hát nem történt semmi, egy fél mondatban derült ki, hogy fél. Tehát, hogy úgy akkor legalább lett volna egy kicsit orgiasztikusabb, de még csak az se igazán lett. Kicsit ezt érezt az ember, mintha az eleve ilyen ifjúsági regénynek készült volna, tehát hogy ne kelljen rárakni 15 éves. Tényleg, mert ezt valahogy Herceg Ferenc titokzatosabbnak látja, mint ami ennek. Mi ma gondoljuk ezeket. Nagyon kevés időnk van. Én ellövöm ezt a poénomat, mert van még egy poénom, hogy eszembe nem jutott volna, de tanárnő már behozta, hogy Örkénynek van valami közehez a szöveghez. És ugye másik pont, ahol nagyon egyértelműen Örkényi, az egyébként az, amit már idéztünk, hogyha két magyar, hogyha ketten vannak magyarok, azok már tüstént összekapnak. Hát ez meg az utolsó megymag. Ugye ezzel a mondattal zárul, hogy és azóta is ott fekszenek egymáson, hogy úgy maradtak, ahogy voltak az egyik magyar. Önök a tanárok, és önöké hogy elhelyezzék ezt a művet az értékeit illetően, tehát hogy az örök dolga ez. Én úgy érzem, hogy olyan borzasztó sokat nem veszítettem, hogy ezt nem olvastam korábban. Szerintem ez egy jó végszó. Ez lesz a szép végszó. Legszebb dolog, amit el tudunk mondani a regényről. Hát na, tényleg nem maradt sok időnk, egy percünk maradt összesen, úgyhogy ha még valaki ezt hozzá szeretne fűzni valamit, az most tegye meg, vagy ha olyan van. Akkor tudok egyet, akkor elmondom, hogy másnak is ismerős volt-e a, nem tudom, hogy kell ejteni, a Sigi Agostinónak a neve? Semmi? Képzeljétek el, hogy Gigi D'Agostino néven volt a 2000-es éveknek az elején egy olasz DJ. Iszonyatosan népszerű volt a ilyen techno megújító, örökké mindenhonnan ő szólt, és én annyiszor néztem a könyvbe, döbbentem, hogy honnan ismerem ezt a nevet, és aztán rájöttem, hogy nem ezt a nevet. Akkor köszönöm szépen. Igazi popkultúrát adjuk. Köszönöm. Thank you.